Élesztő. Minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig. A Paks FM-en. 8 óra után 10 perccel is a legnagyobb szeretettel köszöntünk benneteket, és ígértünk nektek egy jó kis telefonbeszélgetést, és itt van a vonalban Faragó Endre, Minizó Komló vezetője. Szia, szép reggelt! Szerbusztok, szép reggelt nektek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Na, ami miatt most beszélgetünk, az az, hogy van egy ilyen Facebook csoport, ami hazai vállalkozásokat népszerűsít, és annak ellenére, hogy mondhatom ezt így Paksnak a környékén, tehát nem annyira messze van Komló, jó, hát azért kell egy kicsit autókázni, de ugye vannak ilyen basic állatkertek országunkban, amit mindenki ismer, nem nagyon hallottunk még rólatok, és akkor ez lenne az első kérdés, hogy mióta létezik Komlón ez a mini állatkert? Hát én most már 4. éve egyébként, tehát 4 éve működünk. Azt hozzáteszem azért, hogy nem volt ilyen egyszerű, hiszen azért a nyitásig azért kőkemény 6 éves munka történt, tehát 6 év munka előzte meg a nyitást, és most jelen pillanatban 4 éve működünk. Annyit még hozzátennék az előző gondolatodhoz, hogy azért nem vagytok olyan messze, tehát a szomszédban vagytok, mert nagyon sok látogatók egyébként sokkal távolabbról érkezik, és sokkal messzebb, úgyhogy ti még a szomszédban vagytok. Egyébként ezt mondod, hogy 6 évig kellett előkészíteni azt, hogy egyáltalán 4 évvel ezelőtt megnyithassátok a kapuitokat. Ez minek kellett megfelelni? Tehát miért tartott 6 évig ez a folyamat? Illetve voltak esetlegesen, hogy mondjam, ellenáram? Tehát, annyit elárulhatok nektek, hogy nem állatkertnek indult az élet elsősorban. Volt néhány házi kedvencünk, néhány állatkánk. Tüzérteleknek, nem egészen. Tehát volt néhány kis házi kedvencünk, amit is tartottunk, tényleg ilyen családtagként, és nekik szerettünk volna egy nagyon-nagyon jó kis helyet, egy komfortos élőhelyet kialakítani, csinálni. És így egymást követték a dolgok, mert hol az egyik melléképületet, hol a másik melléképületet, hol egy kis területet még feláldoztunk az ő számokra, és egyszerűen kezdett így kiépülni egy ilyen nagyon szép kis komfortos élőhely a számukra. Érkeztek családtagok, barátok, ismerősök, és kezdtek erre felfigyelni, nézegették, mutassam meg nekik, mondom, persze, gyertek. És ezt csak észrevettük, hogy elképesztő hatással van az emberekre, és nagyon-nagyon tetszik nekik ez a fajta testközeli állatok boldogsága, és adták az ötletet, hogy nyissunk egy állatkertet, hiszen ez másnak is valószínűleg tetszeni fog. Úgyhogy gondoltuk, hogy akkor nekiválunk és megpróbáljuk ezt a dolgot. Nyilván nem volt egy egyszerű történet, éjszakában nyúló építkezésekkel és élőhely kialakításokkal és néha-néha végetlen érő papír munkával, de most már végre azt mondhatom, hogy 4 éve nagyon szépen működünk, és nagyon-nagyon-nagyon pozitív az emberek általi fogadtatás. Azért kérdeztem, mert ugye egészen közel hozzátok, hát ott van a Pécsi Állatkert, ami azért szintén nem egy rossz intézmény, és ő is, mármint a Pécsi Állatkert is ugye a liblingjeink közé tartozik, gyakran járunk oda is. Tehát, hogy azt gondoltam volna esetlegesen, hogy mit tudom én, egy állatkert most hasamra jutok lefed, mit tudom én, legalább 100-150 kilométert egy körzetbe, és akkor csak onnan megint majd oda telepítenek egy állatkertet, mert nincs értelme. Tehát, hogy erre is vonatkozott igazából a kérdésem, hogy mennyire lehet tényleg a pécsiek árnyékában, egyáltalán az árnyékában vagytok-e tevékenykedni, mennyire látogatnak sokan benneteket. Nagyon-nagyon fontos dolog egyébként, hogy teljesen különböző a két intézménynek a habitusa. Tehát a Pécsi és a Komlói Állatkert között óriási különbségek vannak. Tehát mind a két intézmény a maga nemében, a maga formájában nagyon jó intézmény. És igazán még úgy gondolom, hogy ezek kiegészítik egymást. Tehát mondhatjuk azt, hogy kiegészítsük egymást, hiszen teljesen más tapasztal a látogató nálunk, teljesen más tapasztal a Pécsi Állatkertben. De ez elmondható egyébként szinte az összes állatkert, hiszen én nem gondolnám, hogy az állatkertek egyébként bármilyen szintű konkurenciát jelentenek egymás számára, hiszen ezek nem galériák, és nem egy sablonszerű dolgok, hogy amit egyszer láttunk, akkor akkor mindent láttunk. Mindenhol más az atmoszférája. Minden állatkert a maga nemében más egy kicsit, mindenhol egy kicsit más tudunk tapasztalni, és úgy gondolom, hogy ez akkor működnek jól, hogyha kiegészítik egymást. Főleg a mi esetünkre igaz, mert teljesen más a Pécsi és a Komlói Állatkertnek
A képek és a videók alapján, amiket nézhetünk például a Facebook oldalán a Mini Zoo Komlónak, mind ilyen állatsimogató, ilyen nagyon közvetlen, barátságos, úgy egész szépen kapcsolatba lehet kerülni az állatokkal, ami mondjuk talán nagyobb állatkertben, nagyobb forgalmú állatkertben nem annyira jellemző ez. Igen, nálunk kevesebb állatfaj látható, vagy tekinthető meg, mint mondjuk egy nagyobb állami állatkertben. Azonban elsődleges célunk az volt, hogy minél közelebb kerüljünk az emberek szívéhez, minél jobban, minél többet tudjunk adni, és minél jobban meg tudjuk szerettetni az emberekkel a csodálatos állatvilágot és a természet értékeit, és ezért próbáltuk minél intenzívebb élményt adni számukra, ezért nálunk nagyon sok olyan lehetőség van, hogy közel lehet kerülni az állatokhoz, meg lehet őket simogatni, lehet velük együtt sétálni, lehet őket etetni, és ez gyakorlatilag egy, tehát megszerettetjük magyarán az állatokat az emberekkel, hogy abban bízva, hogy talán ezáltal így kicsit jobban vigyázunk a természeti értékeinkre, hiszen én azt gondolom, hogy az ember igazándiból csak arra tud, Isten igazándiból vigyázni, ami közel áll a szívéhez, vagy amit megszeret. És hogyha sikerül ezt nekünk megszerettetni ezt a természeti értéket az emberekkel, akkor úgy gondolom, hogy sokkal jobban fognak odafigyelni ezekre a dolgokra, és úgy gondolom, hogy az állatmentés is egyébként, meg a természetvédelem egyébként az emberek fejében kezdődik, tehát elsősorban itt kell változnunk. És szoktam mondani egyébként, hogy ez nem csak egy állatkert, ami mi vagyunk, hanem nem csak egy látványosság, hanem igazából egy gondolkodásmódot, egy életérzést képviselünk, és pontosan azt szeretnénk, hogy minél többen megszeressék ezt a csodavilágot, és minél több ember változzon meg fejben és gondolatban, és vigyázzunk a kincseinkre, természeti értékeinkre. Ez lenne az egy üzenete ennek a kis állatkertnek, és egyrészt azt is elmondanám, hogy nem csak állatkertként funkcionálunk, hanem rezervátum és menhelyként is, tehát éves szinten azért elég sok számottevő állatkát mentünk, és itt két kategória van, hogy a mentés után van a visszahelyezhető, a repatriálható és van a nem visszahelyezhető állat, akiket nem lehet visszahelyezni, azokat próbálunk ugye otthont adni. Tehát mondhatnám azt, hogy a hazai faunához tartozó állataink, például a rókák, az őzek, a nyest, és még sorolhatnám, ők gyakorlatilag egytől egyig mentett állatkák, és itt nálunk kaptak otthont, és különböző szakmai okokból ugye ők nem helyezhetők vissza, hiszen ezt most nem sorolnám, mert fontos lenne a műsoridő, de van, aki visszahelyezhető, és van, aki nem, az itt nálunk kapott ugye otthon. Tehát nem csak állatkertként, hanem valamilyen szinten menhely és rezervátumként is funkcionálunk. Valamennyire azt hallom a hangodból, hogy egy ilyen folyamatos bővülés benne van az állatkertben, vagy vannak azért fizikai korlátai, hogy már egyszerűen nem tudtok több állatnak, el fog majd jönni az a pillanat, nyilván el fog, de hogy most így hány százalékos a kihasználtsága, és egyáltalán mekkora alapterületen fekszik most ez az állatkert? Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. A helyzet az, hogy már olyan társadalmi, mondhatjuk így, nyomás, elvárás van rajtunk, hogy egyre csak nő a látogatói létszámunk, és néha úgy érezzük, hogy már kicsi a terület és a kapacitás egyrésztről. Másrészt ugye mentett állatok is gyakorlatilag, mint a futószalagon érkeznének, főleg ilyenkor tavasszal, azért mondom, ezt minden ilyen hasonló intézménynek tapasztalja, hiszen ilyenkor van a vadállatok kicsinének a születési időszaka, és ilyenkor bizony sokan találkoznak elárvult vagy elárvultnak tűnő állatkákkal, és bizony ilyenkor azért futószalagon érkeznek a sérült vagy elárvultnak tűnt vagy tűnő állatkák. Úgyhogy néha-néha azon gondolkozunk, hogy túl kicsi a terület, azonban nem szeretnénk egy bizonyos ponton tovább nőni vagy tovább fejlődni, hiszen akkor pont a lényege, pont ez a családias hangulat, pont ez az, hogy tudjunk foglalkozni a látogatókkal, tudjunk foglalkozni minden állatkával, ez el fog veszni. Tehát valószínűleg mi egy ponton túl nem fogunk már tovább nőni. És fájó szinten is, de nem tudjátok befogadni majd az állatokat, vagy mondjuk... Eljön egy olyan pont, hiszen mindenkinek van egy kapacitása, igen. Tehát eljön egy olyan pont, amikor már azt mondjuk, hogy megtelt, tehát egyszerűen nincs hova, nem lehet már helyjel sem, energiával sem bírni, de igyekszünk tőlünk telhetőt mindig megtenni, és segíteni, ahol tudunk, és azonban nagyon sok olyan intézménnyel és szervezettel állunk kapcsolatban, akik szintén hasonló gondolkodásmódot képviselnek,
és azért, ha nálunk nem is, de azért igyekszünk valahol valamilyen úton, módon segítséget nyújtani, vagy biztosítani, próbáljuk összekötni a szálakat, tehát nem vagyunk azért senkit mondjuk úgy segítség nélkül, uh-huh. ha már mondjuk mi meg is teltünk. Igen. Hány lakója, vagy hány fajta állat, illetve egy összességben nem tudom, van-e erről egy adat, hogy hányan vannak pontosan az állatkákban, világosíts fel, kérlek. Nálunk közel 60 állatfaj tekinthető meg, és 150, nagyjából 150 egyede, uh-huh. azért van látnivaló, és hát a látogatók azért sok-sok hosszú órát szoktak itt eltölteni, hiszen, mint mondtam nektek már az elején, itt azért nem csak megnézzük, megtekintjük. Nem arról szól, hogy megyünk egy kört, aztán a kocsiba is haza. Nem erről szól. Itt sokkal több mindenről egyébként tényleg közel lehet az állatokhoz kerülni, be lehet menni az élőhelyükre. Nagyon jól szocializált állatok egyébként, és nagyon fontos, hogy az ember számukra semmilyen stressz nem jelent, sőt, sokszor már meg vannak sértődve, hogyha az ember éppen nem szól hozzá, vagy nem foglalkozik vele, úgyhogy itt inkább az a helyzet, hogy ők jönnek oda hozzánk, és keresik a társaságot. Hát, ez nagyon fontos, hiszen nem szoktunk semmit egyébként az állatokra erőltetni. Ez nagyon-nagyon fontos dolog egyébként, hogy mindenkinek megvan a maga kis búgóhelye, a maga kis elvonulási lehetősége, de gyakorlatilag szinte 90%-ban a látogatók ölében vannak, látogató közelében, a tenyeréből levő rókát is láthatunk. Igen, a rókák is egyébként mentett állatok, ugye, mint mondtam, hogy a hazai szónához tartoznak, uh-huh. és gyakorlatilag kézzel neveltük fel egészen pici korok óta, és pontosan azért nem tudtuk őket visszahelyezni a természetbe, hiszen annyira barátságosak, hogyha kiengedném a kapun, akkor a következő házba bemenne, és bizony a kutyát széttépné, vagy bármi történhet, tehát őnekik már a szabad életet, inkább már az emberek házát keresik. Uh-huh. És ebből kifolyólag egyértelmű a válasz, hogy akár kézből eszik, vagy játszik a hátunkon, tehát, hogy ilyeneket csinál a mi kis zsiványunk egyébként minden általának van neve is. A borsókáról nézik itt a legfrissebb posztot. igen, ő a legújabb. Update-eltétek a posztot, hát nem is olvastam el, nem is akarom a hozzászólásokat, kommenteket, meg gondolom arról írnak, hogy ott mennyire ki akar szabadulni, és rosszul érzi magát ott abban az kihangsúlyozott ideiglenes nevelőben. Igen, az a helyzet, hogy az állatvédelem és az egész állattartás az olyan dolog, mint a foci, hogy mindenki ért hozzá, de valójában ezek ugye szakmák, amiket az emberek ugye több évig egyetemeken tanulnak, és megvan a maga módja, és lassan el kéne jutni arra a szintre, hogy bízni kéne a szakemberekbe, hiszen az orvosnak sem mondjuk meg, hogy milyen gyógyszert írjon fel. Például. És pontosan tudjuk, hogy mi a dolgunk. Igen, a borsókának most egy fontos tudni egyébként, hogy ilyenkor ugye akár az őzgidák, akár a szarvasbúrik ilyenkor egyébként a természetben is ugye elfekszenek, hiszen belőjük van kódolva az, hogyha mozogsz és szaladgálsz, akkor elkap a farkas. Tehát gyakorlatilag a természetben is ők ugye fekszenek kisebb területen, anyukájuk elfektet, tehát ilyenkor őket ilyen biztonságos kisebb helyen kell tartani, hiszen a csontodatok is még nagyon gyenge. Tehát ezért van jelen pillanatban egy kisebb helyen az ő biztonsága érdekében, de egyébként is ilyen kisebb helyen tartózkodna természetben is, hiszen nem ugrál, nem mozog, nem láttunk, gondolom, szaladó pekkes őzikét a határban, tehát azért mondom, hogy ők inkább fekszenek, és említetted, hogy bízunk a szakemberekben, nektek így mekkora, hány fős a stáb, a szakmai stáb, akik üzemeltetik, mert gondolom nem te egyedül. Elmondhatom nektek, hogy itt a Minyizóban van, tehát nagyon jó a szakmai stáb, tehát van erdésztechnikusunk, van vadgazdamérnökünk, van természetvédelmi mérnökünk, van biológusunk, és állatorvosunk is, tehát gyakorlatilag szinte teljesen letettük ezt a témakört, és nagyon jó kis szakmai stáb alakult ki, úgyhogy így dolgozunk itt. Na most miből él az állatkert? Mert hogy egyébként itt még mielőtt rátérünk, előtte azért annyit, hogy én is itt rákerestem mind a Facebook, mind pedig a weboldalatokra, és hát egyrészt a Facebook oldalon van egy teljesen jó dolog, mégpedig egy szöveg, amely egyébként felelhető gyakorlatilag a weboldalon is, tehát a szlogenetek ugye így hangzik, hogy a világ apró szegletében egy álmok völgyére épült kis állatkert vagyunk mi, híd ember és természet között. Tehát amit most itt elmondtál, az gyakorlatilag így foglalódik össze. Másrészt pedig, de ez csak egy
itt poénkodtam a tűzéppel, aztán most nézem, hogy a támogatóik között pont van egy építőanyag kereskedés, tehát hogy gyakorlatilag nem lőttem nagyon mellé. Igen, beletrafáltam. Szóval... Megengeded akkor, igen. Tehát csak annyit, mondd csak, igen. De mindent, csak annyit, hogy tehát, hogy miből tartjátok fenn magatokat, mert nyilván van belépő, és egyébként teszem hozzá, nyilván az árát nem mondhatjuk el, de egy teljesen baráti összeg, tehát nem semmi komoly. Éppen ezért, mert baráti az az összeg is, meg hát szóval nem tudom, azért önmagában csak a belépőkből szerintem nem működik ez a dolog. Erre is mindjárt ki fogok térni neked, de előtte azért megválaszolom azt a dolgot, hogy amit láttál kír, hogy a híd ember és természet között, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen az egyik másik alapelvünk, hogy sajnos, hogy a mai ember számára, vagy a városi ember számára egyre jobban kezdünk ugye elszakadni a természettől, de ez nem csak a városi ember számára érvényes, hanem amúgy egyre jobban kezd az ember eltávolodni az anya természettől, és egyre kevesebbet tudunk róla. Én úgy gondolom, ez nem egy jó irány, semmiképpen sem, és ezért próbálunk, és ez egy nagyon fontos dolog egyébként az állatkert, nem csak nekünk, hanem az összes állatkertnek nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy egy kapcsolódási pont lehessen ember és természet között. Tehát mi is híd szeretnénk lenni ember és természet között, hiszen nagyon sokan nem tudják egyébként, hogy ezek az állatkerteknek milyen fontos természeti és társadalmi szerepük van. Csak tényleg érintő jelleggel mondanám nektek, hogy az ilyen helyek adnak lehetőséget arra, hogy szakember, szakmai segítség mellett kérdezhessünk, tapasztalhassunk, tanulhassunk a természet dolgairól. De ez tényleg csak érintőlegesen, és ennél nagyon sokkal több funkció szerepe van egy állatkertnek, amit sokszor az emberek nem tudnak, vagy nem látnak át. Nem beszélve a természeti jelentőségétől, hiszen nagyon sok állatkert részt vesz különböző fajmentő programokban, repatriálásokban, visszahelyezésekben, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétű egy állatkertnek a tevékenysége, nem csak a miénknek, hanem mindegyiknek szinte. Nagyon-nagyon fontos egyébként, hogy el kell különíteni, nem szóval egy kalap alá venni, mert vannak egyébként sajnos vannak egyébként rossz minőségű állatkertek, de vannak nagyon-nagyon jó modern állatkertek, ahol tényleg az állatok boldogsága, az élőhelyek minősége és az oktatás és egyéb fontos célok szerepelnek az előtérben. Uh-huh. Úgyhogy ezt a régi sztereotípiát szeretném azért eloszlatni, hogy abból már kinőttünk, hogy legalábbis a jó modern állatkertek kinőttek abból. Nem érzik rosszul magukat az állatok, és nem fogságban vannak. Igen. Erre az egyik példa, úgy gondolom, hogy mi vagyunk, tehát ha valaki ide ellátogat hozzánk, akkor ezt akár testközelből is tapasztalhatja, de rajtunk kívül nagyon sok ilyen intézményt tudnék még mondani, csak ez most nem gondolom, hogy a reklám helye lenne, de nagyon szívesen bárkinek elmondani. Nem rólatok beszélünk, hát most ne küldjél senkit Nyíregyházára. Igen. És visszatérve a kérdésedre egyébként, hogy miből tartjuk fel magunkat, hát képzeljétek el, hogy kizárólag a bevételeinkből tartjuk fel az állatkertet. Nincsen más forrásunk, nincsenek konkrét állami támogatások, gyakorlatilag a bevételekből tartjuk fel az állatkertet. Annak köszönhetően pontosan azért tudunk fennmaradni, fennállni, hiszen az emberek annyira szeretnek minket, hogy látogatnak minket, eljönnek ide, és gyakorlatilag ők tartják fent ezt az intézményt. Na figyelj csak, ha már itt tartunk. Megköszönve nekik. Uh-huh. Igen? Ha már itt tartunk a látogatásnál, akkor azért megtesztek mindent, hogy tényleg minél többen menjenek oda, hiszen itt lehet olvasni, hogy van olyan, hogy sulizó, uvizó, szülinapozó, és akkor nyáron gondolom én, vagy hát amikor kell, akkor ugye vannak táborok is, zótáborok is. Úgyhogy meg itt hát fel van sorolom még, hogy rendezvények is, meg kitelepülés. A kitelepülés, azt megmondom őszintén, ugye értem, mert hogy mentek, és akkor hát mondjuk elvisztek egy, mit tudom én, egy őzikét, vagy valamit valahova, egy falunapra, vagy bármi napra, ott az nyilván akkor lehet simogatni, meg jaj, de jó. Illetve hát a rendezvények még az, tehát hogyha ezekre is kitérnénk, az biztos, hogy jó lenne, meg jót tenne, bár nyilván nem feltétlen Paksról fognak, de hát még akár az is előfordulhat busszal elmenni oda az óvisok, igen. De hát gondolom én, hogy a környékbeli óvodák és sulik azért rendszeresen oda látogatnak, és gyakorlatilag a biológia órákat ott tartják meg a környezet ismeretet. Igen, ők már töltjöntek nálunk egyébként, de tényleg ilyen nagyobb költetekben is lehet gondolkozni, mert nagyon sok helyről érkeznek hozzánk óvodás, iskolás csoportok, különböző alkalomból, akár vízvilágnapja, akár állatok világnapja, akár csak úgy címszabályozás alapján lehet hozzánk jönni,
és ezek általában inkább ilyen izgalmas környezetóra, interaktív környezetóra jellegűek, hiszen itt azért nem csak tapasztalunk, hanem érzünk is, és látunk is, és különböző hasznos információk azért ilyenkor belecsempésződnek a gyerekek szívébe és a fejében, tehát gyakorlatilag ilyen nagyon érdekes kis foglalkozások ezek, picit ilyen zoopedagógia jellegűek ezek a csoportos. De egyébként külön iskolákba is és óvodákba is szoktunk ugye kitelepülni ilyen izgalmas kis interaktív környezetóra program jelleggel, bár már most egyre kevésbé bírjuk már a felkéréseket teljesíteni, hiszen egyre több van belőlük, de azért igyekszünk. Egyébként a kitelepülésre visszatérve egyre inkább abban az irányba szeretnénk elmozdulni, mert pontosan az előző gondolatból kiindul, hogy nem tudjuk már majdnem mindet teljesíteni. Szeretnénk most a közeljövőben bevezetni a Zoo Zoom-ot. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy telefonhívásra gyakorlatilag a világ bármelyik pontjából be lehet jelentkezni az állatkertbe, és konkrétan egy élő kamerás kis felvételbe be lehet csatlakozni a megbeszélt, előre megbeszélt témakörben, a megbeszélt állatkákkal, tehát konkrétan bárhova, akár egy osztályterembe is el tudunk majd jutni innen az állatkertből egy telefonhívásra, akár egy kivetítőn, egy biológia óra alkalmában, vagy bármilyen céllal, hiszen így sokkal könnyebben ragad azért a gyerkőcökre az információ. Ezt tudjuk onnan, hiszen az zootáboraink is, amit az előbb is kérdeztél, az zootáboraink is vannak, és nyáron ugye ide gyerkőcök érkeznek hozzánk egy-egy hétre. Tehát ez ilyen bent lakásos tábor? Napközi jellegű, reggel érkeznek, délután jönnek értük a szülők. De csak azért nem ott alvos, mert nincsenek szabad ketrecek. Tehát, igen, azokban vannak már lakók. És így van, tehát reggel érkeznek, délután jönnek értük a szülők, és gyakorlatilag nagyon összetett kis érdekes heten vesznek részt, egy héten esnek át, hiszen nagyon sok részt vettek az állatkert teljes rutinjába, megtanulják az állatok gondozását, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen majd belőlük is előbb-utóbb biztosan lesznek majd állattartók, akár otthoni hobbi állattartók, és nagyon fontos, hogy megtanuljuk azt, hogy melyik állatot hogyan kell tartani, megtanuljuk az állatgondozást, kézügyességet fejlesztünk, minőségi időt töltünk a szabadidőben, csapatszellemet építünk, nagyon-nagyon összetett kis táborok ezek, és tényleg itt a tapasztalva, játszva, tanulva sokkal több minden ragad a gyerkőcökre, mint egy sima snaf tanulásos könyvből. Az biztos. Nincs olyan veszély egyébként ennek, hogy annyira fellelkesülnek nem csak gyermekek, hanem akár szülők is, hogy őzikét akarnak tartani otthon a kertben, vagy hogy érted, hogy akkora ingerenciát kapnak, hogy fellelkesülve akkor ebbe bel akarnak vágni ők is, csak egy-egy állat erejéig, de van-e olyan, volt erre már például, hogy le kellett beszélni azért erről embereket? Biztos, hogy néhány emberben felmerülhet ez a dolog, hogy jaj, de aranyos, és jaj, de jó lehet egyébként rókát vagy műzikét tartani, de itt is a helyszínen is, és mindig minden lehetőséget kihasználok erre, hogy elmondjam, hogy azért ezek vadállatok is 90%-ban nagyon-nagyon bonyolult a tartásuk, és ehhez bizony szakember szakértelem szükséges, tehát ne próbálkozunk otthoni állattartással, még akkor sem, tehát vadállatok tartásával otthon, még akkor sem, ha néha látunk egy nagyon vicces videót a YouTube-on, de az esetek többségében azért ez nem ilyen egyszerű, ez szakértelmet kíván, megfelelő élőhelyet, megfelelő méreteket, minőséget, amit azért nagyon sokszor a magánszemélyek, lakók nem tudnak biztosítani, és ezért én lebeszélném erről mindenkit, hogy otthon tartson mondjuk bókát vagy őzikét, hiszen ez azért nem így működik. Ezeket azért bízzuk a szakemberekre és az ilyen jellegű intézményekre. Van nagyon-nagyon sok olyan állatka, amit egyébként lehet és javasolt akár otthoni körülmények között tartani. Ne a vadállatokkal kezdjük a választást. Jó, világos. No, hát akkor zárszónak még csak annyit, ugye, tehát Komló Minizó, gondolom én ott Komlón könnyen meg lehet titeket találni, tehát ez alatt azt értem, hogy biztos vannak táblák, vagy bármi hasonló, hogy merre kell menni, hogyha mondjuk az ember autóval, vagy urambocsán busszal érkezik, illetve hát annyit, hogy még a nyitvatartást azért azt mondjuk el, hogy hogyan és mind lehet látogatni benneteket, illetve most, hogy van még azért ez a pandémiás helyzet, van-e valami extra dolog, hogy akár mit tudom én, nem mehetnek be csak X-en az állatkert területére, szájmaszk viselése? Igen. Egyébként célszerű, csak jelzem, követni esetleg a Facebook oldalunkat, a Minizokomban, amiben megtaláltok minket, ott sokfajta információ és friss információ kint van mindig.
de elmondom, hogy jelen pillanatban minden nap itt vagyunk, 10-től 18 óráig várjuk a látogatókat, és nem kell bejelentkezni előre. Azonban nyilván vannak szabályok, amit be kell tartani, tehát majd arra figyelni kell, hogy azért maszk legyen nálunk, a zárt épületekben használni is kell, nyilván a kinti részeinken, a szabad téren nem kötelező használni, és megérkezéskor pedig türelem kell a pénztárnál, hiszen mindenkinek a kezét lefertőtlenítjük a érkezéskor. Úgyhogy jelentőben ezek a szabályok vannak, de látogathatóak vagyunk, minden egyes nap 10-től 18-ig várunk. Jó, és ilyen látogatói limit nincs? Tehát, hogy az ember oda megy, és akkor... Ez nincs, jelen pillanatban még nincs, bár most már hétvégén az egy kicsit sokan voltak. Nagyon nehéz ezt azért bevezetni, hiszen van, aki 2-3 órát utazik, hogy ide jöhessen, és nagyon nehéz azt mondani, hogy ha már utaztál 3 órát, akkor most nem jöhetsz be. Nagyon nehéz, de igyekszünk. Szerencsére még nem volt azért erre szükség, hogy be kelljen vezetni, de el tudunk szeparálódni, tehát mondom, javar egy szabadtéri program, és az emberek egyébként nagyon szépen be is tartják az előírásokat. Én elkövettem azt az időzőjeles hibát, hogy a lányaimnak megmutattam ugye a videókat, meg a Facebook oldalatokat végigpörgettük, úgyhogy most már minden nap mikor megyünk. Akkor gondolom. Mikor megyünk Omlóra, kérdés elhangzik, úgyhogy napokon belül találkozni fogunk szerintem. Várunk titeket a helyszínen is. Hát ez nálunk is sanszos. És minden Paksit meg itt a vételkörzetünkben mindenkit buzdítunk, illetve hát nézzétek akkor a Minizó Komló Facebook oldalát, meg a weboldalt is majd, és akkor lehet tájékozódni, hogy mi is igazából, ami nem derült ki a beszélgetésből. Nagyon szépen köszönjük, és akkor további sikeres, egészséges működést kívánunk mind nektek, a személyzetnek, mint az állatoknak. Nagyon szépen köszönjük, és további szép napot nektek és a hallgatóknak is. Sziasztok! Szervusz! Nektek is találkozunk hamarosan. Szia! Remélem, sziasztok! Szia!